Az első Connector Fesztivál bejáratánál zenés és amolyan állandó performanszal fogadták az érdeklődőket. Egy Bringa Verkli zenéjét hallva és annak egészen egyedi kezelőjét látva mindenki tudta, hogy jó helyen jár. Nem csak egymásnak és az Egyesület tagjainak akarunk energiát és összeköttetést biztosítani, hanem hogyha ránk csatlakozik esetleg a pécsi közönség, akkor nekik is. Az előadásaink által örömet és energiát szeretnénk adni. Meg hát természetesen azért vannak olyan céljaink is, hogy az Egyesület tagjai jobban megismerjék egymás munkáját, újabb közös munkák kerüljenek ki a kezeink közül, akár saját produkciók formájában, közösen tudjunk megmutatkozni, nem csak mondjuk itt egy ilyen fesztiválon, hanem megtehetnénk azt, hogy Pécs testvérvárosainak kiajánlja mondjuk a város, hogy itt vannak a pécsi függetlenek, lám, itt vannak a produkciók, válogassatok belőle, megjelenhetnénk mondjuk a veszprémi jövőre rendezendő kulturális, Európa Kulturális Fővárosa programban. Szóval, ilyen céljaink vannak, hogy a pécsi független alkotókat képviseljük közösen, mert egyénileg láthatatlanok vagyunk, túl picik vagyunk. A rendezvény főszervezőjét, Kelesztesi József írót, aki magát ugyancsak szabadúszónak tekinti, kérdeztük arról, mi a fesztivál eredeti indító gondolata. Elég sok ilyen művész van Pécset, tudnak egymásról, ismerik egymást, és az jutott eszünkbe, hogy akkor miért ne hozzunk létre egy ernyőszervezetet, ahol egyrészt együtt lehet pályázni, együtt lehet megmutatni magunkat, másrészt hálózatszerűen egymás projektjeibe be tudunk segíteni, rá tudunk nézni, szakmai támogatást tudunk nyújtani, egyáltalán együtt tudunk gondolkodni dolgokról, anélkül, hogy ez egy zárt társulat lenne. Egy különleges hangulatot maga a Papírpanír, aki az Egyesület tagja, ez a csapat, ők biztosítanak itt, és hát azok az előadások, amelyek mennek, amelyek egészen különlegesek, hiszen itt a pécsi független alkotók egy eléggé, én biztosan állíthatom, hogy ez egy magas színvonalú művészi produktumokat felvonultató fesztivál. Ha már Gábor említette a Papírpanírt, nézzük, mivel is érkeztek a rendezvényre. A Pöttyös Macska Egyesülettől ezúttal Kovács Tamás hozta a kartonokat, fénymásoló papírokat és dobókockákat. Papírpanír, mi mindent becsomagolunk papírba, legfőképpen az őrült ötleteket. És hát most se egy más helyzet, mint bármikor máskor. Most a versekből fogunk csinálni egy játékot, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen versgenerátor az, amit így a látogatókkal együtt fogunk csinálni. A véletlenszerűségből fognak kiesni majd szavak, kifejezések, és ez csak a látogatókon múlik, hogy hogyan fogják majd ezt összefűzni. Mi igyekszünk minden helyzetre így valamit csinálni, ami így jól reflektál, vagy jól referál azokra a dolgokra, amivel az adott fesztivál, vagy az adott esemény foglalkozik, és most ez volt a gondolat, hogy igazából nem ez volt az eredeti gondolat, csak az eső az kicsit átírta a terveinket, és egy redukáltabb, kisebb programmal tudunk csak jelentkezni. Igazából az van, hogy itt mindenki a szellemi térbe húzódik szép lassan. Mi, amit csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy az első pillanatban az inspirációt próbáljuk meg bedobni, és akkor meglátni, hogy milyen hullámokat ver az. Tulajdonképpen ez egyfajta ilyen nyelvi kaszinó, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Vannak szókártyáink, amiket aztán össze tudunk sorsolni, mint jelzőszerkezetek. Van egy csomó könyvünk, amit tulajdonképpen újra hasznosítunk úgy, hogy választunk belőle szavakat, és azokból a szavakból írunk új verseket, vagy sorsolunk magunknak, vagy betűkockák alapján dobunk betűket, és ebből kristályosodik ki, hogy mik azok a kifejezések, amik majd a verseinket fogják alkotni. És második fázisban pedig ki lehet nyomtatni, illetve illusztrálni lehet ezeket a verseket. Tulajdonképpen ez a játék íve. Ez az első alkalom, hogy ez a társaság most így a közönség elé tudja tárni, hogy mi az, amit eddig kiki létrehozott. Gyerekprogramok és felnőtt programok egyaránt lesznek. Ez egy családi fesztivál, tehát délelőtt gyerekprogramok folynak, délután felnőtt előadások, este pedig a szabadkikötőben irodalmi műsor és koncertek. Valamint az irodalmi est, melyre Keresztesi József meghívására egy sokak által ismert gyermekverseket író költő érkezett. A hely megtelt, így Varró Dániel mosolyogva konstatálta, hogy nagy közönség előtt fognak felolvasni.
Hát azt hiszem, hogy biztos sok mindenki a koncertre jön, és azért vannak talán többen. Nagyon változó, de egyébként én azt vettem észre, hogy eléggé sok mindenki szereti a verseket, meg hogy tényleg vannak most olyan versek manapság, amik megszólítják a fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat is, tehát hogy nem kell attól félni, hogy meghalna a költészet, és hogy senkit se érdekelnének a versek szerencsére. Látsz olyan tendenciát, hogy mostanában többen érdeklődnek ilyen irodalmi estek iránt? Szerintem van ilyen egy kicsit, és hogy biztos, hogy számít az, hogy nem tudom, így az interneten, nem tudom, sok mindenkihez el lehet jutni, Facebookon nagyon meglepődöm, amikor látom, hogy milyen sokan valaki föltesz egy verset, milyen rengetegen osztják meg, tehát szerintem biztos, hogy az, hogy könnyebb eljutni szélesebb rétegekhez a mai világban, és én úgy látom meg, hogy attól, hogy van olyan fajta költészet, slam poetry, meg stb., ami kifejezetten ilyen szélesebb rétegekhez szól, hogy én úgy látom, szerencsére sokan érdeklődnek a versek iránt még mindig. Azt beszéltük, hogy inkább ilyen szórakoztató versek van, verseket olvasunk, mert ugye utána koncert van volt, és az a lényeg, hogy tehát nekem főleg gyerekverseim vannak, de szerint inkább úgymond felnőtt versek, de mindenképpen ilyen szórakoztató és vidámabb verseket olvasunk. És azoknak, akik lemaradtak a felolvasásról, íme zárásként egy részlet Dani egyik verséből. Címe: Urbánus költő a virágos kertben. Jártamban, keltemben, szétnézek kertemben, eltekintek balra, s lám egy mit tudom én milyen nevű növény kúszik ott a falra. Itt, ahol épp állok, dús, hogy is hívják, ok, díszítik a kertet, ott illatos izé és szép nem tudom mi nyílnak egymás mellett, mind a kertben nőnek, gyanítanám őket kerti virágoknak, bár hát azok nőni, azt írt a Petőfi, hogy a völgyben szoktak.